Elkezdődtek az őszi betakarítási munkák az országban, közölte az agrárgazdaságért felelős államtitkár. Cerván György ismertette, a gazdálkodók a legnagyobb ütemben jelenleg a napraforgó betakarítását végzik, a betés terület mintegy 40%-án már végeztek a munkával. A kukorica betakarítása most kezdődött el, az előzetes számítások szerint idén 6 millió tonna termés várható. Ez egy szépen kifejlett fej, nagyon jót állítottak a szemek. A napraforgó termést mutatja ez a gazda. Azt mondja, idén jó hozamra számít. Az országban a napraforgó termőterületeinek csak nem a felén már végeztek a betakarítással. A termés mennyisége várhatóan kevéssel elmarad a tavalyitól. A kukorica termés azonban nem ilyen szép. A négy hőségrírót a kukorica egyáltalán nem tolerálta. Tehát azt lehet mondani, hogy a kukoricák lesültek, ezért jelentős mértékű terméskiesés várható. Nagyon kicsi csövek lettek, kicsi a szármagasság. A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növényből a kukoricából betakarított termés mennyisége a számítások szerint kevesebb lesz, mint tavaly. Hogyha ez a mostani 50 ezer hektár átlagában megjelenő hozam, ez az 5,3 tonna per hektár maradna, akkor kereken 6 millió tonna lenne az a termés mennyiség, ami betakarításra kerülne. Ugye tavaly itt is rekordévünk volt a kukoricánál is, ugye 9 millió tonnát is megharadta a termés mennyiség, hát most olyan 6 millióval kalkulálunk. A gabonatermesztők országos szövetsége sem elégedett. Az, hogy 50 ezer forinttal átlagosan kevesebbet tudunk bevételezni a kukoricából hektáronként az idei 10%-os ár növekedéssel és a 30%-os termés kieséssel, ez nagyon megviseli a termelőket, és a kukorica termelők közül is azokat, akik az aszályos körülmények között nem érik el még az 5 tonnát sem, nem pedig a 6. A szójavetés területe idén 77.500 hektár volt, ez 80%-kal több, mint tavaly. A növekedés hátterében az állami ösztönzés áll. A cél az, hogy a szükségleteket nagyobb részben fedezzék hazai termésből, mint importból. A szója betakarításával eddig 4.000 hektáron végeztek, a termés átlag megharadja a 2 tonnát.